Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Immáron 5. esztendeje készítem a tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról szóló témákat taglaló Örömvilág podcast csatornát, amelynek ebben a pillanatban a 215. epizódját hallgatod. Megszámlálhatatlanul sok téma és megközelítés került szóba az elmúlt 214 adásban. Ha van olyan téma, amely téged érdekel, akkor nyugodtan csemegézz az eddigi epizódok közül. Mindent megtalálsz azon a felületen, ahol most is hallgatsz, legyen ez akár a honlapom a www.örömvilág.hu, a YouTube csatornám az Örömvilág, legyen ez akár a Podpad felülete, a Spotify, az Apple Podcast, vagy akár bármely más podcast app, amely átvette az adásokat. Egy nagyon izgalmas, nagyon mély és nagyon fontos témát hozok mára. Mielőtt belevágunk ennek az átbeszélésébe, szeretném most is leszögezni, hogy nem azt kérem tőled, hogy érts velem egyet. Csupán annyit kérek, hogy hallgasd meg, amit mondok, tedd hozzá a saját véleményedet. Azokat a nézőpontokat egy picit vizsgáld meg közelebbről, amelyeket hozok neked, és alakíts ki azt a saját véleményt az eddigivel és a most hallottakkal együtt, amely közelebb visz téged is egy magasabb, egy teljesebb igazságképhez. Hogyha úgy érzed, hogy szeretnél mélyebben dolgozni magadon, vagy egyszerűen többet szeretnél tudni arról, hogy mi lehet a gond a családi mintáiddal, a párkapcsolati elakadásaidban, a kapcsolódásaidban, mi lehet a probléma, ami miatt ezeken az életterületeken nem tudsz előrejutni, vagy akár mi lehet a probléma abban, ahogy a családoddal vagy, akkor kérlek, látogass el a tomeknoemi.hu oldalra, ott bele tudsz olvasni Ébresztő című könyvembe. Annak első 40 oldala alapján nagyjából szerintem el is tudod dönteni, hogy tetszik-e, és ha igen, akkor meg is rendelheted online. Itt tehát a tomeknoemi.hu oldalon, illetve megvásárolhatod a Libertin könyvesboltokban országszerte, a budapesti, a debreceni és a szegedi üzletben. Nos, hát akkor vágjunk bele a mai témába, a feltétel nélküli szeretetről szeretnék veled beszélni. Ami pontosan annyira könnyű, amennyire nehéz, szerintem ez az egyik legfélreértettebb téma. Sokszor, sokféle megközelítésből fejtegettem már ezt a témát. Van egyébként erről egy hosszabb előadásom is, amelyet 2023. decemberében rögzítettünk videós formában a Magnetházban. Ha van kedved, akkor azt is meghallgathatod, vagy megnézheted. Ezért a YouTube csatornámra érdemes ellátogatnod, mert oda töltöttem fel. És azért azon leszek, hogy a mostani adásba hozzak olyan nézőpontokat és olyan gondolatokat, amelyeket ott nem hallasz, és akkor inkább a kettőt érdemes majd meghallgatni, és az még teljesebb képet ad. No, hát hangolódjunk rá a mai témára szokásos módon, azaz én hozok neked kérdéseket, és arra kérlek, hogy te amennyire lehet, befelé figyelve, önmagadra figyelve, válaszold meg magadnak ezeket a kérdéseket. A legideálisabb az ilyenkor, hogyha lehunyod a szemeidet, nyilván akkor tedd meg, hogyha ez rád nézve és a környezetedre nézve is biztonságos, de hogyha éppen valami olyat csinálsz, autót vezetsz, vagy éppen valami aktív egyéb tevékenységed van, amihez nyitott szem kell, akkor nyugodtan hagyd nyitva, és csak figyeld azt, hogy mi az, ami felmerül benned. Egyébként is bármikor később visszakukkanthatsz ezekhez a kérdésekhez. Örömvilág podcast. Neked érted. Az első kérdés teljesen evidens. Te mit gondolsz arról, hogy mi valójában a feltétel nélküli szeretet? Van olyan személy, vagy vannak olyan személyek az életedben, akiket te feltétel nélküli szeretettel szeretsz? És ki az, aki szerinted téged szeret feltétel nélkül? Hogy érzed magad akkor, hogyha nem kell tenned semmit, nem kell viszonoznod a másik érzéseit, a másik gesztusait,
semmiféle viszonzást nem vár a másik, neked nem kell adnod, akkor hogy vagy? No, és te meg tudod tenni, hogy a szeretetedért ne várjál semmit cserébe? Mit szólsz ahhoz a gondolathoz, hogy te csak adod a szeretetet, de a másik nem adja vissza neked? Nem érzed rajta. Sőt, akár azt érzed, hogy még csak szimpatikus sem vagy neki. Jó, azt gondolom, ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye? És kezdjük valahonnan innen, mert a feltétel nélküli szeretet az tényleg azt jelenti, hogy nincs feltétele a szeretetnek. Az azt jelenti, hogy valami olyan érzés, amely megszületik és amely létezik, de nem várja el a viszonzást, nincsenek feltételei, nincsen semmi, amit cserébe kérünk érte, ez egyszerűen csak van. A feltétel nélküli szeretetről beszélhetünk önmagában, és beszélhetünk úgy róla, mint a saját érzésünkről, és az érzésünkön keresztül megvalósuló saját állapotunkról. Hogyha egy kicsit eltávolodunk először a személyes szintről, akkor fontos megérteni, hogy a feltétel nélküli szeretet, amiről nagyon sok spirituális tanító beszél, amiről nagyon sok spirituális és önismereti módszerben lehet hallani, nos, az nem valami abszolút pozitív dolog, hanem a feltétel nélküli szeretet az egy teljesen semleges valami. És talán itt van az első olyan pont, amelyennél érdemes részletesebben megállni, mert ebben nagyon sokan beleütköznek. Sokan azt gondolják, hogy maga a szeretet, a feltétel nélküli szeretet, ami az isteni szeretetnek a szintje, az valami végtelen jóság, valami végtelen pozitivitás, az minden jónak az összessége. Pedig itt egy óriási tévedés van. Az isteni szeretetnek a minősége, az isteni szint, az isteni tudatosság szintje, vagy a feltétel nélküli szeretet tere és energiája, az valójában a mindent magában foglaló, teljesen semleges energia. És az furcsa, amikor valami se jó, se rossz. Az nagyon furcsa tud lenni, amikor valami nem ad érzelmi amplitudót, az nagyon furcsa tud lenni, amikor valami csak úgy van. Ugye? Érezd bele egy kicsit ebbe. Érezd bele ebbe a vanság állapotba. Ha valami csak úgy van, tudsz bármire is anélkül tekinteni, hogy megítélnéd? Képes vagy arra, hogy ránézel egy személyre, egy jelenségre? Vagy csak egyszerűen kinézel az ablakon, és nem minősíted se ilyennek, se olyannak? Hűha! Azért ez nagyon nehéz, nem? Képzeld el, hogy az isteni minőség erre képes. Sőt, ez az önvalója, ez a természete, hogy nem ítélkezik. Amikor a spiritualitás útját járjuk, amikor önismerettel és tudatossággal foglalkozunk, akkor számtalanszor hangzik el, és számtalanszor gondoljuk át mi magunk is azt a dolgot, hogy szeretnék ítélkezésmentes lenni, szeretnék jobban szeretni, mármint hogy tisztábban szeretni. Szeretném megtapasztalni azt, ami a duális emberi szint fölött van. Szeretnék kitörni a dualitás csapdájából. De nagyon sokan, akik erre vágynak, és akik akár ezt a vágyukat meg is fogalmazzák magukban, nem tudják pontosan, hogy mit szeretnének. Mert amikor valami nem érzelem gazdag, akár pozitívan, akár negatívan, amikor nem lehet áradni, és nem lehet dühöngeni, amikor nem lehet szerelmesnek lenni, és nem lehet utálkozni, hanem az a semleges energia van, akkor azt nem jónak, unalmasnak, kiüresedetnek tartják. Abban az előadásban, amelyre utaltam, amit a Magnetházban vettünk fel 2023. decemberében, abban beszélek erről is, hogy amikor fiatal voltam, és elkezdtem foglalkozni buddhizmussal, ez a 20 éveim elején volt,
nagyon az elején még pécsi egyetemista koromban, akkor egyszerűen nem érte fel az elmém, hogy mit jelent az, hogy az üresség forma, meg a forma üresség, meg hogy a van tere, az egy vagyok állapota, és ezek, na nem mondom, hogy 100%-os vagyok ennek a megtapasztalásában, hiszen még tommal nem világosodtam meg, ebben az értemben biztosan nem. De hogy valamit már megértettem ebből. Méghozzá azt, hogy az isteni szint az egy neutrális szint, hiszen mindent, ami a duális világnak a valósága, és az azon túli végső dualitás szintjéhez tartozik, vagy a világmindenséget igazgató különböző magas szintű törvényszerűségek, törvények energiáját magában foglalja, az önmagában semleges, mert az isteni minőség szintje az már túl van a dualitáson. Az isteni minőség dualitáson túli nézőpontja nem fogja azt mondani rád, hogy te jó vagy, vagy te rossz vagy. Hanem egyszerűen tapasztal annak, ami vagy, és ítélkezés nélkül tekint rád. És még csak azt se kell mondanom, hogy elfogad téged olyannak, amilyen vagy, mert az olyan, mintha lenne ennek egy párja a másik oldalon, és elutasíthatna. Nem. Az isteni szemlélet, az isteni nézőpont önvalódban tapasztal téged, mint egyébként önnön magát, hiszen része vagy a nagy egésznek, és ítélkezés nélkül tekint rád, úgy, ahogy vagy. Megítélés nélkül. És ez baromi nehéz. Ez nagyon-nagyon nehéz. Hát tegyél egy kísérletet rá, csak egyszerűen most nézz körül a körülötted lévő szobában, vagy nézd rá a saját kezedre. Már is vannak róla gondolataid. Jaj, de nagy kezem van, jaj, de kicsi. Ha vékonyak az ujjaim, jaj, már ráncos a bőröm. Ó, meg kellett volna tisztítani a gyűrűmet. Hűha lenőttek a körmeim, el kell mennem manikűröshöz. Olyan kirepetezett a kezembe kellett volna kenni. És ezek csak másodpercnyi gondolatok, amik így átfutnak az ember agyán. Amikor önmagára tekint. És mindent így tekintünk, és ez annyira nehéz emberként megtapasztalni, hogy valamire ne mondjunk egyfajta ítéletet, vagy ezerféle ítéletet azonnal, ahogy rátekintünk, hanem csak lássuk benne azt, ami. És abban úgymond gyönyörködjünk, azt így befogadjuk, és csak úgy a vanságát tapasztaljuk. Hű, nehéz, ugye? Pedig a feltétel nélküli szeretet minősége, az isteni szint erre képes. Erre. És ezért nehéz azt megérteni, hogy lehet, hogy az isteni minőség elfogadással tekint erre meg arra is. Nem tudok jobb szót mondani, tehát hogy rendben van, és nem úgymond kritikával illeti azt, hogy valaki ilyen meg olyan, hanem az Isten mindenkit szeret nézőpont, az valahova ide vezethető vissza, hogy nincsen benne ítélkezés. Egyszerűen ez nem létezik. Nem fog senkit rossznak vagy jónak látni. Az, hogy a fizikai síkon mi a cselekedeteket, a külcsínyt, a méreteket, a színeket, a formákat, az állagot valamilyennek megítéljük, az a mi valóságunkban van. De ott, ahol túl vagyunk a fizikai síknak az illúziórikus fátylán, ahol ezen túllátunk, ott nincs test, nincs fizikai, nincsenek külső jegyek, jellemzők, hanem ott az energia van. És ezt érzékeli az isteni szint, a feltétel nélküli szeretet szintje. És mi van akkor, hogyha ezt most lehozzuk személyes szintre, és abban nézzünk bele, hogy hogyan tudunk tanulni itt az emberi mi voltunkban a feltétel nélküli szeretetről. Abszolút logikusan kikövetkeztethető, hogy leginkább azáltal tudjuk önmagunkat fejleszteni a feltétel nélküli szeretet megtapasztalása felé, hogyha ítélkezésmentességet tanulunk. Ítélkezésmentességet pedig úgy tudunk tanulni, hogyha elkezdjük önmagunkat megismerni, és hogyha erényeket fejlesztünk. Mire gondolok konkrétan? Kezdjük az önmagunkat megismerni résszel. A saját értékítéletünk az mindig a bennünk lévő hitrendszerektől, az általunk megtapasztalt tapasztalatoktól függ.
A bennünk lévő hitrendszerek nem feltétlenül a saját tapasztalatainkat tükrözik, ezért is veszem ezt külön. Hiszen a bennünk lévő hitrendszerek jelentős része a genetikai információkkal érkezik hozzánk az ősöktől, és valójában ezek nem a mi tapasztalataink, hanem az ősök tapasztalatai. Ráadásul az is lehetséges, hogy a kollektívből, a térből lenyomatokon keresztül veszünk fel különböző információkat, és egyfajta vélekedést teszünk a magunkévá, anélkül, hogy átszűrtük volna a szűrőinken, vagy észrevettük volna, hogy ez megtörténik. Illetve a lélek is hozhat magával más megtestesülésekből különböző vélekedéseket, programokat, akár támogató, akár limitáló hitrendszereket. Szóval, hogyha az önismeret útját járjuk, akkor elkezdjük feltérképezni, és hát ez egy jó hosszantartó folyamat is lehet, azt gondolom, hogy ez egy sok életes folyamat, azt, hogy mi alapján gondolok valamire úgy, ahogy, mi alapján ítélek meg valamit, mit tekintek jónak, rossznak, pozitívnak, negatívnak, és hogyan rangsorolom a különböző minőségeket a saját nézőpontomból, a saját elmémben, a saját érzésvilágom alapján. A másik, amiről beszéltem, ez az erények fejlesztése, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy önmagunkat a feltétel nélküli szeretet megnyilvánításának az útján szépen segíteni tudjuk lépésről lépésre, egyre előbbre. Milyen erényekre gondolok? Itt ne keverd össze, kérlek, a keresztény erkölccsel az erényeket, itt másról beszélek. Volt már szó egyébként erényekről az Örömvilág Podcast csatornán, esetleg, ha érdekel a téma, akkor oda is majd nézzél vissza. Három olyan fontos erény van a tapasztalataim és a vélekedésem szerint, amely segíthet ebben. Az egyik az elfogadás erénye. Az elfogadás erénye, amely nem az egyetértés erényét jelenti, ne keverd össze, az elfogadás erénye, ami a dolgokat elfogadja annak, amik, a személyek cselekedeteit elfogadja annak, amik, és úgy, ahogy azok vannak, hogy lehet egyébként egy egyetértése, vagy egy egyet nem értése, és gondolhatja azt, hogy lehet, hogy én ezt nem választanám, vagy én nem így szeretném, de elfogadja, hogy a másik viszont igen. És ez nagyon fontos. Az elfogadás az egy nagyon magas rezgésű, különleges erény, amely elképesztő módon megsegíti az életünket. És kérlek, amikor elfogadás erényéről beszélek, akkor megint csak ne keverd össze egy másik dologgal, ez a másik dolog pedig az apátia. Amikor ez a minden-mindegy állapot van, jó van, ez jó van így, és jó van úgy, és ne keverd össze az erőtlenséggel, a lemondással, mert az elfogadás az egyik sem. Az elfogadás tudja, látja, tapasztalja azt, ami van, és rendben lévőnek tartja azt a valamit, ami megnyilvánul, elfogadja, hogy ez létezik. És pont. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye az ítélkezésmentességhez, hogy ezt az állapotot, ezt meg tudjuk tapasztalni, egyszerűen elengedhetetlen, hogy legyen bennünk elfogadás. Aztán mi az, ami még fontos lehet, és ide vezethet a tapasztalataim szerint bennünket? Hát az az erény, amit úgy hívunk, hogy megbocsátás, a megbocsátás erénye. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. A megbocsátás erénye megint csak nem keverendő össze azzal, hogy mindent lenyelek, hogy engem a porig lehet alázni, és akkor is azt fogom mondani, hogy rendben van, minden oké, hanem a megbocsátás erénye az valami olyan csodálatos minőség, amely ezeken messze felüláll, amely megint csak látja azt, hogy mi történt, tapasztalja, érzékeli, tudatosítja, de annak a terhét nem cipeli tovább, sem magára nem rakja, sem pedig a másikat nem akarja örökérvényűen büntetni. Amikor valakiben ott van a megbocsátás erénye, akkor én azt tapasztalom, hogy van egy óriási hit is benne, illetve pontosan tudja, hogy nem neki kell itt igazságot szolgáltatni. És nem dörzsölgeti a tenyerét, hogy na majd akkor jön az isteni igazságszolgáltatás meg a karma, aztán jól segbe rúgja az illetőt, meg majd jól megbünteti, meg majd mindenféle karmikus ügyekbe fogja belerángatni és beletuszkolni életeken át, hogy bűnhődjön, nem erről van szó, hanem hagyja, hogy a dolgok
a maguk rendjében történjenek, és ami történt, azon ő maga képes tovább lépni. És ez nagyon nagyfokú belső tartásra val, ez nagyfokú bölcsességre val, ez önszeretetre is val egyébként, és a megértés, amiről még szeretnék beszélni, szintén nagyon kell ehhez, hogy ez meg tudjon történni. Érdemes elgondolkodnod neked is azon, hogy vajon mennyi sérelmet cipálsz még mindig a puttonyodban, hogy nap mint nap mennyi sérelmet, meg nem bocsájtott fájdalmat cipálsz a saját lelkedben, és ahelyett, hogy megszabadítanád magad ettől, újra meg újra előveszed, és újra meg újra felsérted vele a szíved és a lelked, és újabb sebeket okozol magadnak, miközben azt a bizonyos meg nem bocsájtott ügyet újra meg újra átgondolod, átérzed, és újra meg újra valóságoddá teszed. Tudom, hogy vannak nagyon súlyos dolgok, amik emberekkel történnek, és végtelen együttérzéssel vagyok ez irányban, viszont azt gondolom, hogy a megbocsátás az akkor is felszabadító. Nem a bosszú a felszabadító, hanem a megbocsátás. És ha mellé tudunk tenni egy jókor adag hitet abban, hogy a dolgok egyébként mindig rendben vannak, hogyha fölé tudunk menni az aktuális szituációnak, és megértjük, hogy egy sokkal komplexebb és kiegyenlítettebb rendszer működik annál, a mintenségben, téren és időn át, mint amit abból én tapasztalok, akkor ez tényleg egy felszabadító gondolat tud lenni, és tényleg segíthet abban, hogy le tudjuk tenni annak a terhét, amit eddig nem tudtunk megbocsátani. Szóval kettő olyan dolgot mondtam az erények fejlesztése kapcsán, ami szerintem a feltétel nélküli szeretethez, ugye az ítélkezésmentességhez hozzá tud járulni. Az egyik volt az elfogadás, a másik a megbocsátás, és a harmadik, amelyre szeretnék kitérni, ez pedig a megértés. A megértés erénye. Hűha, ez megint nehéz. Mert a megértés erénye az megint nem azt kívánja tőlünk, hogy belehelyezkedjünk a másiknak teljesen a bőrébe, és mi pontosan úgy értsük a dolgokat, ahogy ő érti. Hogy mi átéljük azt, amit ő átélt, és akkor itt egy kicsit át is csúszhatnánk akkor a félreértelmezett együttérzésbe. Szóval nem azt jelenti, hogy akkor értem meg, hogyha pontosan tudom minden részletében, hogy ez miről szól, és hogyha minden egyes apró momentumát ismerem az ügynek, na és akkor majd megértem, mert megtudtam, hogy valójában ő aznap azért volt annyira morcos, amikor rám ripakodott, mert reggel éppen kapott egy olyan telefont, amelyben a kollégája közölte vele, hogy ma lesz a leépítéseknek a közlése a cégnél, és benne van abban a létszámban, akiket el fog küldeni, és akkor ő jól fölhúzta magát rajta, és akkor már megértem, hogy amúgy miért volt velem bunkó, és miért úgy szólt vissza, vagy miért nem volt kedves, vagy bármi. Szóval nem ezekről beszélek. A megértés erényénél ezekre a körülményekre egyszerűen nincsen szükség. Mert a megértés erénye az egy olyan magasról látható, mármint nem úgy magas lóról, hanem magas rezgésből, magas tudati szintről látható és érzékelhető nézőpont, amelyben tudom, érzékelem, tapasztalom, hiszem, hogy a dolgok rendben vannak. Megértem azt, hogy a másik most valami oknál fogva ezt tudta megnyilvánítani, ezt tudja képviselni, ezt volt képes kimondani, ezt volt képes átélni, megérezni, vagy erre nem volt képes. Ezt megértem. És nem bántom érte. Mert megértem, hogy ő most valami olyanban van, amiben belőle ezt tud kijönni. Elfogadás, megbocsátás, megértés. Ezen a három erényen, ha dolgozunk, ha ezeket a minőségeket kimunkáljuk magunkban, akkor már is egy óriási lépést teszünk, nem egyet, sok-sok apró lépésen keresztül valósul egyébként ez meg a valóságban, az ítélkezésmentesség felé, ami aztán oda tud bennünket vinni, ahol a feltétel nélküli szeretetet meg tudjuk tapasztalni. Egyébként van egy érdekes nézőpont, amit azért szeretnék neked így bedobni, mert szeretek időnként ilyen meghökkentő vagy váratlan dolgokat is tenni. Szóval csak gondolj abba bele, hogy mi van akkor, ha valaki téged
mindenek felett, feltétel nélkül szeret. Viszont te nem szereted őt. Te nem érzed ezt, sőt, téged zavar, téged idegesít. Te leginkább a hátad közepébe kívánnád, ő pedig szeret téged. Feltételek nélkül. Képes vagy elhinni azt, hogy ő normális? Meg tudod engedni, hogy valaki csak úgy szeressen téged? Nagyon sokan ezt már ilyen parának gondolják, meg félelmetesnek gondolják, és van ennek egy olyan válfaja, de az nem a feltétel nélküli szeretet, hanem az agyament rajongás, vagy valamiféle ilyen pszichotikus állapotból fakadó kapcsolódás egy másikkal, vagy nem is akarom minősíteni, de tényleg van ennek egy ilyen para verziója. De mi van akkor, ha valaki tényleg feltétel nélkül szeret? A valódi feltétel nélküli szeretet ugyanis olyan, hogy azért tényleg nem várnak el cserébe semmit. Az sem, hogy kapcsolat legyen. Csak tudják adni a feltétel nélküli szeretetet. Akivel kapcsolatban ezt nagyon jól meg tudjuk nyilvánítani általában, volt ilyen kérdés, hogy te kit szeretsz feltétel nélkül. Ha szülő vagy, akkor nagy valószínűséggel így válaszként rögtön oda tetted a gyermekedet vagy a gyermekeidet. Lehet, hogy ha olyan a kapcsolatod velük, akkor a szüleidet is, vagy a testvéredet, vagy a párodat. De a legeslegkönnyebb egyébként a gyermekeink feltétel nélküli szeretete. Hát annyira önazonosak vagyunk velük, és ismertük és tapasztaltuk őket apró, pici, inimini, ilyen szemmel nem látható koruk óta, főleg anyaként, tehát a nőknél ez kifejezetten így van, ami miatt nagyon nehéz nem szeretni őket, mert ez egy ösztön is, ez egy természetes állapot is, meg egyébként is, hát láttuk őket tehetetlen apró kicsi babaként, vagy éppen megszültük őket, a szívünk alatt hordtuk őket, vagy apaként, hogyha férfiként hallgatsz, akkor a karunkban tartottuk őket. Szóval ez könnyű, és relatív könnyen átélhető, megtapasztalható szeretetminőség. De azért, hogyha ne adja Isten valami olyat csinálna a gyereked, akkor lehet, hogy egy picit te is meginognál ebben a feltétel nélküliségben, de nem is akarok erre a verzióra kitérni, ne teremtsünk semmiet. Viszont ott van az, hogy a párodat például már tudod-e feltétel nélkül szeretni. El tudod-e képzelni azt, hogy a párod már nem szeret téged, te pedig még mindig szereted őt. El tudod képzelni azt, hogy megbánt téged, és te még mindig szereted őt, de hogy így nem inog meg semmilyen szinten a szereteted, vagy egy barátságban, vagy egy kollégád felé, ad abszurdum egy idegen felé ezt megnyilvánítani. Ez már annyira nehéz. Egyszerűen ez attól van így, hogy az emberi létünkben ezt az adok-kapokot, ezt az áramlást, az én adok neked valamit, te az cserébe valamit élményét tapasztaljuk, és nagyon nehéz arra gondolni, hogy az áramlás csak az egyik irányból megy a másikba. És hogy ez nem okoz hiányt ott, ahol valaki ad, és nem okoz túlzó töbletet ott, ahol valaki kap. Olyan nehéz ezt megérteni, és olyan nehéz ezt megengedni. Tényleg játssz el a gondolattal, kérlek, hogy mi van akkor, hogyha úgy szeret téged valaki, hogy nem kér érte cserébe semmit. Ha rendben vagy neki minden tekintetben. Vagy gondolj bele abba, hogy te sem vársz el semmit a másiktól. Ha ez még nehéz gondolat, akkor szerencsére a mai podcastben adtam tippeket ahhoz, hogy hogyan érhető el az a magasabb szint, amiben az ítélkezésmentességen tudunk dolgozni, és a bennünk lévő ítélkezésmentességet tudjuk csiszolgatni. Elvárások nélkül létezni bizony nagyon-nagyon nehéz, mert van egy képünk arról, hogy milyen életet szeretnénk, van egy képünk arról, amikor valakivel találkozunk, hogy vele milyen kapcsolatot szeretnénk, avagy éppen nem szeretnénk, és ez már rólunk szól, az önmagunk szeretetéről is. Szóval tudod mit? A startvonal, hogy feltétel nélkül tudjad szeretni önmagad. Ugyanis a Teremtő pont erre tanít minket. A Teremtő isteni minőség, maga a feltétel nélküli szeretet, ezt megnyilvánítja minden felé, ami van, ami ő maga valójában.
Vegyünk róla példát. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk saját magunkat feltételek nélkül szeretni. Minden nap. Őszintén. Tisztán, ítélkezésmentesen, nem kritizálva, elfogadva magunkat, megbocsátva magunknak mindent, amit valaha tettünk, és amit utólag helytelennek ítéltünk. Megértve azt, hogy miért tettük. Látod, itt ez a három minőség, az elfogadás, a megbocsátás és a megértés. Hogyha egy erényt szeretnél elsajátítani, akkor ugyanis nem csak arról van szó, hogy neked meg kell tanulnod ezt kifelé megnyilvánítani, vagy elfogadni másoktól, amikor az feléd jön, hanem arról is szó van, hogy ezt önmagadnak is meg kell tudni adni. Ha szeretnéd tapasztalni a feltétel nélküli szeretetet, akkor állj a startvonalra, és kezd saját magaddal. És akárhányszor kritizálod magad, leszólod magad, akárhányszor elítélő, bántó, degradáló gondolataid vannak önmagaddal kapcsolatban, akkor állj meg és írd felül. Írd felül egy pozitív támogató gondolattal, ezzel ki lehet kompenzálni azért ezeket a negatív hatásokat, és gyakorold azt, hogy milyen önmagadra úgy tekinteni, hogy szeretem magam, de nem azért, mert ma jó fej voltam, mert ma vidám vagyok, vagy mert jó napom van, jók a körülményeim, hanem csak úgy. Csak úgy. A létezésem jogám. Jó kis feladat, ugye? Hát, jó szórakozást hozzá. És azt kívánom, hogy legyen ebben minél több pozitív tapasztalatod, minél több emelkedett pillanatod, minél több ítélkezésmentes gondolatod, érzésed és állapotod. És hogyha van olyan felismerésed, amelyet szívesen megosztanál e témakörben, akkor pedig kérlek, írd is meg nekem, nekünk a podcast@örömvilág.hu e-mail címre. Ha úgy érzed, hogy van olyan téma, amelyről hallanál podcastet, és még nem beszéltem róla az elmúlt 215 adás valamelyikében, akkor ugyanitt a podcast@örömvilág.hu-n várom a javaslatodat. Ha szeretnél velem fejlődni, akkor az örömvilág.hu-n honlapomon megtalálod aktuális programjaimat, és továbbra is ajánlom figyelmedbe Ébresztő című könyvemet, amelyet a tomeknoemi.hu oldalon rendelhetsz meg. Facebookon, YouTube-on, Instán, itt-ott-tam-ott, ahol fellelhető vagyok, hálásan köszönöm, ha követsz, hálásan köszönöm, ha ezzel jelzel vissza. A tekintetben, hogy kapcsolódunk egymással, és akkor tudom, hogy valahol ott vagy, a túlvégen, és hogy beszélgetünk. Tegyük ezt a jövő héten is, hogyha van kedved, jó? Szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.